A Laikus új epizódjában Herczeg Zoltán divattervezővel beszélgetünk energiákról, a politika zsákutcájáról és arról, hogy mit kell tennünk egy élhetőbb társadalomért. A videó az Index botrány kirobbanása előtt készült. Mostanában elég dühösnek tűnsz a közösségi felületeken, de most meg olyan tök nyugodt vagy. Ennek van egy ilyen kontrasztos hatása. Azt hittem bejön majd ide egy gorilla, aztán szétcsap mindenkit. Hát észre, hogy dühösnek tűnök, akkor azt én annak nem örülök, mert én nem szeretek dühös lenni. Biztos ügyek dühítenek. De tehát az például, nyilván arra gondolsz, civil politikai aktivitásomra gondolsz, hogyha dühösnek találsz. No, a kettő az annyira nem válik amikor, el. Amikor ruháról posztolok, általában vidámság van, és béke, és szépség, és öröm. De hogyha dühösnek látsz a közösségi médiában, akkor egy olyan ügyről írok, értekezek, nyilvánulok meg, ami meg feldühít. De az nem azt jelenti, hogy én permanensen olyan állapotban vagyok, mert az írás nekem terápia is. Tehát, hogyha szembe jön velem egy gátlástalan igazságtalanság, egy embertelenség, egy mocskos aljasság, amit egy néppel meg lehet csinálni, de akár csak egy ember is. Mert egy emberrel csinál meg ugyanaz, mint egy néppel csinál. Az mindegy, mert az egy ártás, egy ártó szándék, egy rossz szándék. Akkor dühös leszek tőle, főleg, ha engem is érint, politikai döntések engem is érintenek, mert adófizető állampolgár vagyok, szavazó vagyok, itt dolgozok ebben az országban, itt szeretnék boldog lenni. És olyan valami történik, olyan dolgokról döntenek a fejem felett, amiben nincs ráhatásom a döntésre. De a következményt én cipelem, én fizetek több pénzt, az én pénzem megy a temetőbe, a fenegetlen kurba, nem tudom hova, akkor dühös leszek tőle, de mihelyt leírom, azzal a leírással elemzem, átlátom, próbálok a végére valamiféle megoldást tenni, javasolni, kitalálni, és mihelyt pontot teszek a bejegyzés végére, megnyugszom, mert kijött belőle. Szóval te, hogy most így megnézek egy interjúdat, vagy rád nézek, vagy ahogy megnyilvánulsz, egy ilyen idealista, picit nagyra nőtt gyerek karakterét látom. Igen. De ez az idealizmus, ez nem jellemző egy 40 pluszos, 48 vagy, ugye? 48 leszek szeptemberben, igen. 47 éves ember. Elszaladt az idő, én nem is vettem észre. Ne, ugye? Igen. Még én se. De ott volt elmények érettségiszt. Szóval, hogy ez az idealizmus, ez nem... Tehát, hogy majd mondjuk 40 pluszos ember, aki idealista, és úgy nyilvánul meg, mint te, azt mondják maximum, hogy futóbolond, nem tudom, hogy könnyen rásütik, hogy futóbolond. De hogy közben van az idealizmusnak egy nagyobb merítése. Nyilván az elmúlt 4 vagy 4,5 évtized. De hogy az hogy lehet, hogy téged semmi nem billentett ki az idealizmusból? Mert nem úgy tűnik. Mert az Amerikát is megjártad, az is kibillentett volna. De hát erről majd beszélünk. Bocsánat kérek, de hát az ideja van, és az anyag meg nincs. Én nem értem, hogy lehet valaki materialista. Mibe hisz? Az anyagba? Ebbe? Melyikbe? Ez nincsen, nem létezik. Hát lehet, úgy tűnik, mintha anyag lenne, de nem az. Energia. Minden energia. Az idea az az embernek az energiája, úgyhogy gondolat. Na most a gondolat az teremt, az a teremtő. Az idea az a teremtő. Az energia az a teremtő. Hát ez meg itt már a teremtmény. Engem nem különösebben érdekel, hogy ez most kék vagy barna, bőr vagy műbőr, kemény vagy puha. Ez nincs valójában. Tehát ezt, hogy nagyon-nagyon közelről megnézem, akkor nem látok mást. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon apró protonokat, és akörül hihetetlen távolságra keringő elektronokat, és a kettő között nincs semmi. Valójában semmi. Ez az anyag, amit anyagnak hívnak az emberek. Én ebben nem hiszek annyira. Én az ideába hiszek, ami ezt az egészet megteremtette, ami kitalálta, ami csinálja. A gondolat, abba hiszek. Én nálam ezt soha nem fog elmúlni. Az tárgy. Hát, és ha elégetem ezt a tárgyat, akkor már nincs. De először gondolom kell, hogy elégessem. Na, akkor nem lesz. Tehát ez nem fontos, ez a tárgy. Semmilyen tárgy nem fontos. Fontosak a tárgyak. Ez pont az a problémája a magyar, ez a világ társadalmának, az embernek, hogy rajong a tárgyakért. A tárgyakban határozza meg magát. Tárgyakkal határozza meg magát. Milyen kocsim van, milyen lakásom van, milyen ruhám van, milyen biciklim van, milyen motorom van, milyen telefonom van. Ruhánál azért nyilván meg kell állni, hiszen divattervező. Meg lehet állni, csak nekem ez is egy óriás dilemma, hogy én mivel foglalkozom. Soha nem volt az az érzés, hogy ugye ezzel párosulva, hogy de hát én mégis anyagot készítek, dehogy divatot nem. Dehogy nem. Nagy ellen,
Egy nagy ellentmondás, én meg a divat, ez egy nagy ellentmondás. Pont olyan nagy ellentmondás, mint az egész életünk. De akkor a divattal mi a helyzet? A divattal az a helyzet, kérlek szépen, hogy... most melyik választ mondjam? Sok válasz van rá. Az igazit. Az egyetlent. Figyelj, szerintem én azért lettem, kizárólag azért lettem divattervező, azt gondolom mai fejjel, mert talán gyerekkoromban is jellemző volt rám ez a kicsit ilyen hóbortos, hogy te mondod, idealista, vagy fura mienségem. És ezt nem nagyon értették az ember, nem tudták hova tenni. Annál is inkább, mert nem nagyon tudtam én ezt kifejezni, hát egy 6-8-10 éves gyerek nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Annyit tud kezdeni, hogy nem a többivel játszik kint az udvaron, hanem olvas. Pedig senki nem kényszeríti rá. Vagy éppen ír. Pedig senki nem kényszeríti rá. Vagy éppen rajzol. Vagy éppen szobrot készít. Vagy éppen tévénéző széket, vagy tévénéző fotelt tervez. Egy ilyen bogaras kisfiú voltam. Voltak barátaid? Voltak barátaim, nem sok, de voltak, de ők valószínűleg hasonlóan bogarasok voltak. De hogy egy idő után elkezdett valószínűleg hiányozni, hogy egyedül maradtam ezzel a furcsaságommal, egyedül maradtam ezzel a különleges mienségemmel, és hogy hihetetlenül sok mindent akartam én megmutatni, de nem nagyon figyelt rám senki. És szerintem ez a figyeljetek rám, ez a ha-ho, itt vagyok. Hát az képest elég sok. Figyeljetek már, hát figyeljenek, 14-16 éves koromig, amíg nem serdültem, én úgy emlékszem, hogy én viszonylag magányos voltam, tehát én imádtam a szüleimet, imádtam a tesómat, persze, hogy voltak barátaim, de én nem velük labdáztam kint, meg talicskáztam, meg dömpereztem, hanem bent voltam el a saját világomba is. És nekem ez csak tinédzserkorba jött szerintem, hogy hát nem látjátok, hogy mennyi minden van? Hogy mennyi mindent akarok mondani, meg mennyi mindent mutatok, meg csinálok, rajzolok, festek, írok, nem látjátok? Nem akartok észrevenni? És akkor elkezdtem szerintem serdülni, és a serdüléssel jött egy másság, jött egy megmutatni vágyódás, vagy nem tudom. És arra emlékszem, hogy alapvetően a divat se érdekelt olyannyira, hogy a tesómnak a kinőtt ruháit hordtam. Legalább úgy emlékszem, hogy a bátyámnak a kinőtt cuccait adta rám az anyám, mi nem voltunk egy gazdag család, egy középpolgári családból származom, vagy inkább kispolgárinak mondanám. Szeretetben nőttünk fel, de nem voltunk vagyonosak, és a tesómnak a kinőtt ruháit kaptam meg, és egy idő után elegem lett belőle is. És mást akartam. Be akartam magam mutatni. Be akartam végre a világnak mutatni, hogy én is vagyok, hogy én is létezek, és hogy van miről beszél a világnak. És akkor körülbelül középiskola fele valahogy lett egy zöld nadrágom, meg egy sárga, meg egy lila, meg Hawaii ingek, meg jött az Anthrax őrület az életembe, egy rockzene, és akkor a rock'n'roll valahogy közelebb húzott ezekhez a másságokhoz, meg más mienségekhez, és még jobban a különlegesség iránti vágyamat fokozta. És elkezdtem más lenni. Elkezdtem szűk ruhákat hordani, elkezdtem Váhélenféle répangatyákat hordani, a 80-as évekről beszélgetünk, az répanadrág volt, az volt az első, amit magamnak csináltattam, és akkor itt bejön a divat, és hogy lettem én divattervező. Ez mindig mást kerestem. Azzal kezdtem, hogy dühösnek tűnsz, de egyébként én azt látom azért minden ilyen közösségi médiás megnyilvánosod után, hogy azért képbe vagy, tehát hogy azért van benne egy olyan nyugalom, hogy valamit tettél. Tehát, hogy valamit ma is tettem a világért. És szerintem ez a civil aktivizmus, vagy ez a civil aktivista jelenléted, ez valami ilyesmit sugal nekem. Valamit tenni a világért, ez ugyanaz, mint valamit tenni önmagunkért. Mert a világ, meg én az ugyanaz. Én a világ része vagyok, az és az egész világ. Ugyanakkor meg az egyén, az társadalomban él. Tehát amit magammal teszek, azt végül is veled is teszem, mert most például beszélgettünk is, kapcsolat van közöttünk, és hatással vagyok rád, és te is hatással vagy rá. A társadalom hatással van ránk, és mi is hatásunk a társadalomra, csak úgy, mint a környezetünkre. És ha már az ember megszületett, és az ajándékot megkapta, hogy él, és tudata van, és gondolkozik, és cselekedhet, akkor úgy dönt jó esetben, hogy a jót szolgálja. Főleg, hogyha tudja, hogy azért van itt, hogy a jót szolgálja.
Mert hogy azért annak a 47 évnyi gondolkodásnak, amit mögöttem van, ha már az idealizmustól kezdtünk, ennek van egy eredménye. Hogy miért is vagyunk itt? A gondolkodáson túl. Hát cselekedni vagyunk itt. De hogy mit cselekedjünk, és milyen vezérlőelvek alapján cselekedjünk, nekem talán ez volt az életemnek a legfontosabb kérdése, és ma is az, hogy mire fel, mi végre fel, milyen irányba. Hát a szeretet irányába kell cselekedni. A szeretet érdekében kell cselekedni. Gyakorlatilag szeretni kell. Ez a lényeg. Mindenre ez a válasz. Mindenre. Vallásos vagy? Én nem tudom pontosan, mit jelent a vallás. Dogmákat követni, ez az egyik. Vallások nevében ember milliókat öltek le. Uh-huh. Szinte az összes vallás nevében. A buddhizmus a kivétel. Talán abból, hogy vallás vagy se. Lehet, hogy tanítás, filozófia, mindegy, de a buddhizmus nevében is hihetetlen mennyiségű embertömeget öltek le, csak úgy, mint a kereszténység nevében, az iszlám nevében. Ha ezeket vallásnak hívjuk, akkor én ezekben nem hiszem. De van egy hitem, egy Isten hitem, csak az én Istenem az a szeretet. Ha már keresztény vagyok, mert ide születtem Magyarországra, egy állítólag egy keresztény országban, történelmi tekintve és földrajzi ehhezkerési tekintve zsidó-keresztény, római görög műveltségű és kultúrájú területre születtem. Ez mondjuk predesztinál arra, hogy ha az embernek magas gondolatai vannak, vagy ideái vannak, idealista, és próbál keresni, kutatni az ő kultúrájában, az ő környezetében, az ő földrajzi és szellemi elhelyezkedésében, akkor ezen a ponton Jézus Krisztus fogom megtalálni. Mert itt vagyok, mert ő van hozzá a legközelebb. Egyébként én vele is találkoztam legelőször. Hogy? Nekem volt az életemben több Isten élményem, amikor találkoztam bizonyos entitásokkal. Most már nem vagyok benne biztos, hogy Jézus Krisztus volt, de akkor én egészen bizonyos voltam benne. Csak Isten nem egyenlő Jézus Krisztussal. Tehát Isten az egy végtelenül nagy valami, amit én szeretetnek hívok. Tehát szerintem Isten az a legnagyobb energia, vagy az egyetlen létező, mondjuk akkor az egyetlen létező energia, ha már energiáról beszélgettünk. Ami az én számomra, és a Bibliából kimazsolázgatva számomra érdekes és számomra hihető elemeket, Isten egyenlő szeretet. Most Jézus Krisztus ennek a ideológiának volt a profétája. Ha úgy tetszik, Isten fia. Ez így viszonylag hihető, meg tetszik ez a mese. De az, hogy Mária szüzen fogant meg, és ezt József csak úgy nézte, és nem csinál semmi, ez olyan fura nekem. Meg egy csomó minden az Ószövetségből. Ez olyan fura dolog. Nem tudom, hogy volt, nem volt. Jézus sem tudom, hogy volt, nem volt, de az a része tetszik a mesének. De ami nem mese, az Isten maga. Az nem mese, az létezik. De az, hogy mit hívunk Istennek. Pontosan. Mire gondolunk, mikor Istenre beszélgetünk? Biztosan nem egy kaporszakálú csávó, fehér hajjal, fehér szakállal is, ilyen háromágú vasvilág felhők tetején ülve így. Az nem, ilyen nincsen, szerintem. De van valami energia, valami kell legyen, mert engem is hajt valami, meg téged is. Valami hajt, nem tudom, mi hajt. Tehát értem én, hogy hús, meg csont, meg sejtek, meg szőr. Én értem. Csak hogy ez mi hajtja? Kell legyen valami energia, ami engem hajt. És az biztos nem a krumpli meg a hús, amit megeszek. Mert az is csak, ahogy mondtam neked, az se tárgy, hanem az is csak egy energia, összesűrősödött energia. Úgynevezett krumpli energia. Meg úgynevezett marhahús energia. De azt megeszem, és akkor attól mozgok, meg ilyeneket mondok. Ez egy csoda. Ez egy energia. És állítólag az univerzum tele van energiával. Állítólag egyébként a szóba került a proton meg az elektron, hogy ez kering körülötte, az nem igaz, az se igaz, hogy az légüres tér, ott is van valami. Éternek hívják, ami kitört az egész univerzumot, az egész világegyetemet. Hogy azt gondoljuk, hogy az univerzum üres a galaxisok között. Hát nem üres. Ott is van valami. Valami van. Sötét energia, vagy éter, nem tudom. De ezt az egészet, ha összeveszem, ezt az egészet hajtja. Ráadásul 13,8 milliárd évvel ezelőtt egy ilyen icipici pont robbant fel, és az is valami energia volt, mert valamitől az a pont csak felrobbant, sőt, valamitől ott volt az a pont. Valamitől felrobbant, az akkor átrobbant, hogy azóta is robban, tehát az valami energia. Na, én ezt az energiát hívom Istennek. És én ebben hiszek. Hinnem kell, hiszen van.
Tehát ezt látom. Ez létezik. Ez van. Ebben hiszek. A vallásokban nem. Mert nekem ez az Isten, amit én egyébként egyenlővé tettem szeretettel, mert szerintem mindent a szeretet működtet, legalábbis itt a Földön. Ez biztos. Szóval, hogyha ez van, arra az a bizonyíték, hogy itt vagyunk, és itt ülünk, és erről beszélgetünk. És ez működteti a dolgokat. Ez működteti. Kik is már nagyon sokszor lehetett látni, olvasni arról a kísérletről, amikor vizet tettek le az emberek elé, befőtt a üvegbe, vagy átlátszó pohárba, és ráírták az egyik üvegre, hogy hülye, igen, ostoba, gonosz, megöllek. Gyönyörű vagy, szeretlek, szép vagy, okos vagy. És akkor ezeket mindent lefagyasztották. Igen. Más volt a kristály. Ez kemény. Ezt én sem hittem el. Na, ez az energia, ami lehet szó, lehet írás, lehet cselekedet. Ja, ja, ja. És akkor az emberek ebbe golyóznak, ebbe gyúrnak egész nap. Eddig eljutni neked mennyi idő volt? 48 év. 47 és fél. Hát ez fia, megszülettem, és onnantól kezdve jönnek az impulzusok. Az első néhány évben nem igen fogjuk fel, hogy a szüleinktől mit hallunk, de nagyon fontos. Nem fogjuk fel, nagyon fontos. Nekem hát szerencsém akkor, van. Akkor nem fogod fel. Nekem szerencsém van, mert nagyon jó fejszüleim vannak. Egészségesek, épelméjűek, bölcsek, és tele vannak szeretettel. Nekem nagyon-nagyon-nagyon szerencsém van. Az, hogy nekik is, mert hogy ilyenek lettek. Ez egy jó család, egy jó vérvonal. De a legelső szoftvertöltés, amit ugye akkor kaptam, amikor kijöttem bentről, az idáig eltelt időben egyszerűen ez a kíváncsiság, ez a mindig olvasni, mindig utána nézni, mindig kutakodni, mindig, meg kérdés millió van. Hát végül, annyi kérdés van, hogy megőrülök már, és nekem kellnek a válaszok. Mert van válasz is a kérdés. Na hát, én ezeket a válaszokat keresem, és ahol most tartok, az 48 év, az a válasz a kérdésed. 47 és fél. Egyedül élsz? Egyedül. Nem is tudná elviselni senkit szerintem magad mellett. El tudná? Szerintem igen. Elviselem azt, aki ezt elviseli. Felrobbansz, én így tudok elképzelni. Egyébként nem. Hát figyelj, ennyi tudásvágyjal. De hát ezt csillapítom. Most amikor én csak kérdezek, és a válaszokat kutatom, akkor azért egy idő után becsömbölök tőle. Például nagyon sokáig foglalkoztam csillagászattal, asztrofizikával, aztán idő után már sok lett, mert begolyóztam tőle, mert hogyha a végtelent kezdett kutatni, a végtelen tudást bármilyen területen abba be lehet golyózni. És amikor már érzem, hogy fáraszt, amikor már összekeverednek a számok, meg az adatok, meg a tudás, akkor azt mondom, jó, dobjuk el, most ezt kicsit pihenni kell. És mondjuk zenét hallgatok egy hónapig. Kit olvastál legutóbb? Talán az Otthonról hoztuk című könyvet, ami egy válogatás nagyon neves magyar pszichológusok és terapeuták tollából. Az egy csodálatos, kiváló könyv. Most nem emlékszem, hogy a képletet Barabási Albert Lászlótól előtte olvastam, vagy utána. Tehát kb. Ezt a kettőt szerintem. Vagy a Mindenki hazudik című könyvet, az egy nagyon izgalmas. Mindenki hazudik. Tehát mindenki hazudik. Mindenki szeretni igazat mondani, de még én is hazudok, kézzel el. Most is. A közéletben meg hajlamosak vagyunk hazudni és magunkat jobb fénybe feltüntetni, elég ha Facebookot nézzük, az Instagramot, hát mindenki a legjobb formát hozza. Pucsitos, csinos, na ezzel te hogy tudsz ezzel élni, együtt élni? Neked is van Instád, láttam, meg hát, Facebookod is van. Figyelj, próbálkozunk túlélni. Túlélni ebben? De túlélni. Szükséges? Nem, az életet túlélni. Illetve hát magunkat túlélni. Szóval az ember, ha már itt van szeretni, mert ez a fő célja, mert ugye én idejük adtam ki, szeretni vagyunk itt, szeressünk, szeretet a lényeg. Itt vagyunk szeretni, de a szeretésen kívül azért kell mit csinálni, meg kell enni. Na most azt, hogy szeretnék enni, attól még nem lesz kaján. Tehát azért valahogy tenni kell. Tehát dolgozni kell, alkotni kell, meg kell szerezni. És ez alatt, a cselekmény alatt elmegy egy élet. Ez az életünk. Fajfenntartás, szaporodás, táplálkozás. És ha ez megvan, akkor jöhet, akkor ennek különböző kifinomult formái vannak. Hogyan keresem meg a pénzt, hogyan keresem meg a kaját, hogyan keresem meg a társamat, akivel szaporodni fogok, és ezt úgy hívják, hogy élet. És ez alatt, az élet alatt különböző praktikákat vetünk be, hogy ezt abszolválni tudjuk, ezt a feladatsort. És ennek most egy nagyon jelentős része lett a közösségi média, eleve az internet. Hát 30 évezet nem volt internet. Tehát 30 évezet nem is tudnánk egyáltalán beszélgetni erről a dologról. De most tudunk, mert kialakult egy virtuális világ, ami eddig nem volt, és ez hihetetlen kihívás elé állította az embert, mert a virtuális világ például felerősítette
a titkos élet és a közösség élet közti hihetetlen ellentmondás, és akkor visszatérek az előző kérdésre, hogy mit mutatok meg magamból, mi mit nem, hogy érdekes az a virtuális világ, ez kihozta az emberből a legnagyobb hazugságokat. Mert hogy mindenki hazudik. Erről is szó volt. Hazudnak. Jobb párt akarnak, tehát ha én szebbnek tüntetem fel magam neki jobbnak, akkor valószínűleg jobb párom lesz, meg szebb párom lesz. Okosabbnak, bölcsebbnek állítom be magam, akkor valószínűleg vagy okosabb, meg bölcsebb lehetőség fognak megtalálni, és több pénzt fog keresni az, hogy ehessek, vehessek magamnak ruhát, meg kaját, meg nem tudom. De leginkább, és ami a legborzasztóbb, hogy ez a önbecsapás, ez a hazugság, ez a folytonos hazugság a közösségi médiában már önmagáé való lett. Már nincs is mögötte tartalom. Már nem is azért csinálják, hogy jobb állásom legyen, jobb csajom legyen, jobb pasim legyen, jobb ruhám legyen, jobb életem legyen, szebb életem legyen, hanem azért, mert ha nem csinálja, akkor boldogtalan. Mert hozzászokott. Mert valahogy fölvittük az inger küszöböt, mert valahogy már a nézhetetlen és a felesleges és a haszontalan lett a nézhető és a hasznos és a frankó, és elkezdtünk ebbe egymásra licitálni. És közben, hogyha a virtuális világot félretesszük, és megnézzük a valóságot, akkor tele vagyunk lelki nyomorult emberekkel. Nácisztikusokkal, neurotikusokkal, elmebetegekkel. Az egész társadalom nácisztikus, ezt csak nézd körben. Az hozta létre a Facebookot, a fogyasztói társadalom. Közösségi médiát. A fogyasztói társadalomban, igen. Modern, nyugati kultúrában, igen. Sajnos erre tartunk. Visszamegyünk Afrikába, Indiába, ott nem. Hát ott mások az arányok. Mások az igények, meg az arányok. Van egy csomó olyan természeti törzs, még mai napig is, Bushmanoktól kezdve nem tudom kikig, és szerintem még olyan, talán olyan emberi faj is, amit föl se fedeztünk, Ausztrália legközelebbi, nem tudom, hogy hol, Afrikába, ahol az ember még mindig a természetben él. És azokat a csodákat lájkolja éjjel-nappal, ami körbeveszi. A pókok, a gyíkok, a falevelek, hogy nő, hogy virágzik, hogy gyümölcsözik, hogy a semmiből, tehát egy ilyen kis magból, beteszem a földbe, és lesz egy hatalmas gyümölcs. És lesz rajta 300 gyümölcs. Elég az egész családomnak, sőt még jövőre is. De ők a természet csodáiban hisznek, azt lájkolják, azt szeretik, azt táplálják, és egészségesek. Nincs mentális problémájuk, nem elmebetegek, nem neurotikusak, nincs kényszerbetegségük, nincsenek elhízva, nincsenek kórosan lefogyva, nem anorexiások. Tehát van mind gondolkozni, azt hiszem, van mind gondolkozni ebben a világban. Neked ez az európai kultúrkör, nyilván ez az otthonod, de volt már olyan, egyszer volt, hogy elmentél Amerikába, de mondjuk az nyugati kultúrkör, de volt olyan, hogy ebből ugye elég volt? Tehát neked fontosan elég. Amit most, ez az, tehát most, ahogy most hallgatlak, abból ez jön át leginkább, de akkor innen keletebbre sose akartál hosszabb időre elmenni? Nem kell ahhoz keletre menni, se nyugatra, se sehova, hát a középen vagyunk mindig. Hát ez egy gömb alakú földön élünk. Hát ha a gömb alakú földön én itt leszorok most egy pálcikát 90 fokba, akkor pont a másik oldalán fog kijönni. Pont az átlánsz, pont középen vagyok, kérdezed te is. Ne. De. Sőt, mindjárt. Pont mindig középen vagyunk a földön. Csak itt nem vagyunk középen, meg itt. Tehát nem a földrajzi elhelyezkedéstől leszünk, hogy rossz helyen, vagy jó helyen. Geográfiailag, hanem meg kultúrkörben. Itt kell belül rendet tenni. És egyébként, hogy a kérdésedre is válaszol, ne csak megint ideologizálja. Szerintem a modern nagyváros már nem alkalmas az egészséges ember életre. Szerintem a kapitalista versenygazdálkodás nem alkalmas az egészséges ember életre. Szerintem ez a modern ipari társadalom és ez a társadalom berendezkedés, amit ma élünk, ezzel a hihetetlen versennyel és versenykényszerrel, ez egy halálos betegség az embernek. Mi lesz a vége? Hát megpusztulunk, az lesz a vége. De, megpusztulunk. De most érted, ez egy. Most nyilván mindenre van több megoldás. Szerinted, tehát azért kérdezlek, mert közben teszel. Tehát közben civil aktivista vagy, közben kimész dudálni a Clark Ádám térre, azt nyilván valamiért teszed, és hogyha az előbbire építek, akkor a szeretet nyelvén teszed, a szeretet nevében teszed. Néha dühös eszközökkel. Igen, akkor viszont, és nem tudom, hogy az első, aki ezt mondja, hogy megpusztulunk, vége a föl, vége az embereknek, akkor ezt a választ nem fogadom el sokadjára. Az a nagyon kevés időnk, ami még itt hátra van, nekem még 52 év. Hol tud az 52-t? Mert 99-et szeretnék élni. 3 Krisztusit. Úgy, mint szakos mellé. Hát de jó, és mi, hogyha nem? Hát de, hogyha ezt így elröntöd, akkor nagyon nagy esélyed, hogy meg is csinálom. Ja, hogy ez tehát az idő le, hát ez gondolat. Hát azzal kezdtük a beszélgetést, amit gondolok, azt teremtem.
Hát a gondolat terem. De azért nem nyírod ki magad, hogyha esetleg 99 hát hogy évesen még maradnál. Hát a Bálint Gyuri bácsi, vagy Bálint gazda, ugye 101-ig húzta. Hát egy csoda. És friss volt szellemileg és lelke. Tudod miért? Mert ő elhitte. Mert ő tudta. Mert ő annyira az élet mellett volt, annyira az életnek az embere volt. Őt az életnek a szeretete, a csodálata tartotta életben ilyen sokáig. A tudás. És a természet. A gyümölcsfák. A meccés. A nem tudom mi. Az oltás. Hát ezért élt hard az öreg. Mi volt a kérdés? Nem fogod el a válaszomat. Túl nem, kevés az 52 év. Nem, vissza, még túl fiatal vagyok ahhoz. Túl kevés. Hogy elfogadjam. Túl kevés az 52 év, ami hátra van ahhoz, hogy szarú teljen. És sajnos túl nagy befolyással van rám a társadalom. Főleg egy ilyen összezárt városban, és ezért tartom élhetetlennek a várost. Már Budapestet is. Szerintem nincs annyi tér körülöttem, hogy kényelmesen elférhetnék, mert beleütközök valakibe, akkor sem nem akarok. És ami annál rosszabb, a másik is belém ütközik, pedig nem akar. Nincs elég terem, nincs elég tér. És ami legfontosabb, nincs levegőm, nincs vizem, nincs fényem, és nincs földem. Tehát betonon járunk, gumitalpú cipőbe, olmot szívunk be porral, a sötét lakásunkba ülünk, és az a nyomorult képernyőt bámuljuk, vagy a telefont, vagy a képernyőt. És mi volt a harmadik? Mi volt? Nincs. Tehát nincs, és nincs környezet, nincs élet. Hát a beton az nem élet. A vas az nem élet. A vasbeton se. A bitumen se élet. A villanyrendőr se élet. Az automobil az se élet. A gyárba bemenni reggel és visszajönni este és fölösleges tárgyakat gyártani az se az élet. Az élet az ott kezdődik, hogy a mezitláb állsz a fűbe a földön. Az már ott kezdődik az élet, amikor érzed. De nem tudom, hogy próbáltátok-e, de én rendszeresen próbálkozom. Amikor cipőbe jársz az aszfalton, az milyen érzés, és amikor leveszed a Margit-szigeten, és beleállsz, a fűre leállsz talppal, az milyen érzés. Érzed a különbséget? Hogy nem. De az nem csak a cipő különbsége. Nem. Az az életnek a különbsége. Az életé. Az az élet. A föld, az egy négy őselem közül az egyik. És érintkezel vele. Hát az egész város le van aszfaltozva. Ez egy félreértés. Nem lehet élni. Fák nélkül nem lehet élni. Növények nélkül, állatok nélkül nem lehet élni. Hát gyümölcsöt nem lehet enni meg vasat. Hát lehet, de nem ízlik, nem finom. Nem jó a vas. Gondolom, te minden nap ezekkel a gondolatokkal vagy. Tehát ez körbelengi szerint. Vagy ahogy látom, ez körbelengi az életedet. Hát, szeretek gondolkozni. Okay, de ez végre? Tök jó. Ez mi tök végre? Jó. Igen. Ez tök jó. De a politikai vagy civil aktivista életed, ezért meg tud tenni mindent? Nem tudok megtenni mindent. Hát de tehát magadhoz képest mindent? Magamhoz képest szerintem többet is teszek, mint amit kéne. Tehát amikor, tehát ha 10 millió magyar honfitársam csak ott egy tizedét tenni annak, amit én teszek, akkor egy csodálatos Svájc lenne, vagy Észtország, vagy Finnország. Olyan értelemben, hogy élhető, boldog, tágas, levegős, nyugodt, szellemileg és lelkileg tiszta, ilyen élhető, emberi ország lenne ez. Ha a magyar, 10 millió magyar, annak csak a tizedét csinálná, mint én. De ha csak a századát csinálná, már akkor is ez egy aranybánya lenne. Én nekem azért kell ilyen sokat tennem, egyrészt mert ráérek, ugye már nincs még családom, nyilván lesz, de még nincs, ráérek, nincs gyerekem, nem kell foglalkozni, nincs feleségem, nem kell foglalkozni, ráérek az élettel foglalkozni, magammal, meg a társadalommal foglalkozni, még az is lehet, az se kizárt, hogy ez a hivatásom, nem tudom, lehet, hogy van ehhez nekem tehetségem, lehet, hogy van ehhez nekem adottságom, lehet, van ez nekem erőm és lehetőségem, akkor csinálom. De azért csinálom, hogy jobb legyen nekünk. Nekem is jobb lesz, meg neked is jobb lesz, meg mindenkinek jobb lesz. És én tudok ezzel példát mutatni, és azt mondom, hogy csak egy picit kéne neked is tenni, csak egy picit kijönni a térre, amikor ki kell jönni. Csak egy kicsit, hogy legyél ott egy órát. Mert hogyha van 300 ember ott, nem csak 30 ezer, vagy 3000, hanem 300 ezer, akkor győztünk, haver. De az még csak egy kis győzelem, egy harcot nyertünk meg, nem a csatát, vagy egy csatát nyertünk, nem a háborút, mert hogy ezt folyamatosan csinálni kell. Folyamatosan jóra törekedni, folyamatosan észrevenni a szépet, folyamatosan az életnek az oldalán állni, folyamatosan segíteni a másikat, folyamatosan szolgálni a másikat, folyamatosan szeretni a másikat, mert képzeld el, hogy az visszajön. Mert hogyha ezt csinálod valakivel, az viszont fog téged szeretni. Tehát amikor itt megérkeztem hozzátok, és a három fiatalember várt ki, cigarettáztak a bejáratnál, és én oda mentem, és de lehet, hogy csak ilyen elektromos szipka volt, vagy ilyen, nem tudom, papír. Bagoznak ezek, bagoznak. Szóval én amikor oda mentem, és rájuk mosolyogtam, és bemutatkoztam, mosolyogtam, ők visszamosolyogtam. És én adtam nekik egy
kezdőlökést, egy pozitív adj Istent, és nem kaptam, hogy pozitív fogadj Istent. Na most abban a pillanatban már nem csak én örültem, hanem már ők hárman, én négy, de annak az a négy öröm érezhetően még nagyobbá tett az enyém, mert mégis, hogy bejöttem hozzád, akkor rám rajtam azt láttad, hogy én hogy örültem annak a három srácnak kint. És akkor hogy örültek nekem. Ezek nem nagy dolgok, ezek kis dolgok, de hogy az baromi sok ilyen kis dologból áll össze az életünk, a mindennapunk, és bejöttem hozzád mosolyogva, mert a három fiú visszamosolyogott, te úgy üdvözölt, hogy milyen jó rám nézni, én azt mondtam, rád meg még jobb nézni. Na most akkor van egy olyan hangulat itt a stúdióban, ami jól érzük magunkat, és ehhez csak azt kell, hogy én ezt akarjam, vagy ezt gondoljam. Milyen ennek a szarnapjaid? Illúzió lenne azt hinni, hogy az ember mindig tud ilyen lenni. Tudom, az embernek nem ilyen a természete, vagy nem ilyen a miensége, hanem ezt csinálni kell, ezt akarni kell. Persze van egy alapbeadottság, én alapvetően pozitív vagyok, bár érdekes módon te azt mondod, hogy én dühös vagyok, posztjaim dühösek, hát persze, hogy dühösek, amikor egy ilyen csávó, aki az életbe hisz, a szeretetbe hisz, a jóságba hisz, és percenként kapja a szart az arcába ebbe az országba, de percenként, ha csak az Indexet kinyitom, a 444-et kinyitom, de akár az Origót, vagy a M1-et, vagy a TV2, híreket, híradót, bármit, nézem. Leölték ezt, leölték azt, megölte az anyját, megölte a fiát, megölte a macskát, megölte a kutyát, leugrott a hídról, bevezette a törvényt, elvette a pénzét, kinyírta az önkormányzatokat, lezárta a hídat, nem újítják föl. Hát most tényleg így kell működni. Te is tudod. Hát minden fordítva kell, hogy működjön. Hát van mindenki egy rendje. Csináljuk meg, építsük föl, javítsuk meg, szeressük, ápoljuk, óvjuk. Ezek ilyen normális emberiről, erről beszélgetni mostanáig. Ugye ebben az ország mindig minden az ellenkezőről szól. Roncsuk el, lopjuk el, hazudjuk el, csaljuk el, szarjuk össze, hányjuk össze, fossuk össze. És egy ilyen fajta csávó nem bírja ezt. És amikor ebből túl sok van, akkor összeomlok. Akkor az legyőz engem. Legyőz. És akkor szarnapom van. És azt mondom, hogy kikapcsolom. Én nem bírom tovább. Én inkább ne lássak, ne legyek up to date. Te mondtad, hogy képbe vagyok. Ha nem akarok képbe lenni. Kikapcsolom, se hírek, se 4-4, se. Fuck you. Csend. Tehát azt mondtad, hogy minden a csoda, minden az élet, a szeretet. Minden. De akkor, de ez az, hogy akkor a Trump és a Kim Jong-un, a Gyurcsány és az Orbán, az a szar, vagy az a cirkusz, hogy bármelyik nevezzük, akkor az is egy csoda. Hát valójában a része, tehát a valójában része, igen, része, ő biztosan van olyan dolog is, amiknek ő tudnak örülni. Én nem hiszem, hogy napi 18 órában csak aljasságot és mocskosságot csinál, ez a nagy öröm lenne. Én ebben nem hiszek. Abban se hiszek, hogy ha 2000 milliárdos vagyont halmozok fel, vagy 3000 milliárdos vagyont halmozok föl 10 év alatt, hogy az olyan nagy boldogsággal tölt el. Hiszen azt kell hazudnom közben, hogy én puritán ember vagyok, és sose voltam magyaros. Hát ez, fia, az emberi lélek az nem olyan, hogy azt elviseli. Hát az nincs, nem hazudhatok akkorát, mert a lélek és a szellem az nem tudja ezt elviselni. Vagy hogyha elhiszi, akkor meghasad. Akkor elmebetegé válik. Ugye valahol ezért van, szar van a palacsintában. Akkor elmebetegé válik, meghasad az elme. Szerintem nem történik más, csak a jó meg a rossz viaskodik. Mert ugye, ha energiáról beszélgetünk, ugye? Most ne is menjünk, majd Istenről is analógiát lehet, de a energia csak fönt, lent, fönt, lent. Ez egy hullám. Annak van teteje, az amplitúdának teteje, meg az alja. A teteje az van fönt, ugye itt van az Origó, az van fönt, akkor boldog vagyok, jó vagyok, gazdag vagyok, szép vagyok. Hát ma rossz napom volt, rossz kedvem van, jött egy hír, buktam a tőzsdén, mit tudom én, összetörik a kocsimat, szarul vagyok megint. Hát itt most nyugvó pontom, hogy ez jó nekem. Szombat van, dél, olvasottam az IPM-et, úgy el vagyok semmi, se jó, se rossz. Megint, aztán nyerek a lottón egy ötöst, hú, most nagyon jó vagyok, még feljebb is mentem. Na ez az energia, ez a hullám természet, ez ilyen az élet. Úgy is mondhatjuk, hogy duális. Duális, ugye, kétpólusú. Észak van dél. Jobbra van balra. Fönt meg lent, ahogy az a hullám is mutatja. És ugye ez a kettő, ez vitatkozik és viaskodik egymással, a duális világ. A jó meg a rossz. Én azt gondolom, hogy amit én szeretnék képviselni, az a jó, és szerintem bennem.
többségében van a jó. Egyrészt, mert így születtem jónak, mert szerencsém volt szüleim által. Másrészt, mert nagyon szeretnék jót csinálni és jót tenni, és ha már idáig gondolkoztam ezen, akkor jó lenne így maradni. De én is vagyok néha hülye. És én is vagyok sokszor marha. És én is sokszor indulatból cselekszem, mert ahogy te mondtad az elején, dühös vagyok. Igen, nem vagyok rá büszke. De hát, ez is én vagyok. A titkos életemben van egy csomó olyan dolog, amit nem azt, hogy megneveletek, és nem vagyok rá büszke, de az is én vagyok. Hát azzal én majd viaskodom. De semmiképp nem úgy szeretnék vele viaskodni, hogy neked rosszat csinálják meg. Neked rosszat csinálja. 41 évesen volt egy olyan ideád, hogy itt már mindent elértél, de szeretnél világszinten elérni mindent. Hol hát, tartott? Ha ez az ideál volt, akkor az egy téves ideál volt. Hol tartottál akkor? Vagy miért mentél ki? Nyilván azért mentél ki. Ezt is mondta azért egy volt interjúban. Egy ilyen téves ideál. Igen. Mondta is egy interjúban, hogy úgy érezted, hogy itthon mindent elértél, de Amerikában is el akartál. Igen, ez jó. Ez a téves ideál volt az agyamban, igen, most mondtál. Ez a téves ideál. Oké. Okay. Nem értem el mindent itthon. Nem lehet mindent elérni. Miért nincs, hogy mindent elérsz? De miért mentél ki? Hát szerintem elégedetlen voltam. Saját magammal. Szerintem. Én azt nagyon szuperül kiprojektáltam a körzetemre, hogy mindenki hülye, mindenki persze. Szar, mindenki ízléstelen, mindenki bolond. Tehát én frankon elhittem akkor, hogy mindenki szembe megy az autópályán, csak én megyek a jó irányba. Hát most már tudom, hogy én mentem szembe az autópályán, és mindenki jó irányba ment. Ez nagy különbség, és ez kellett 6 év. Meg ezt kellett egy 3 hónap az USA-ba eltölteni, hogy rájöjjek, hogy ott... Összesen 3 hónapot voltál ki? Még annyit se, 10 hetet. Azta. De ez mire elég? Ez semmire nem elég. Arra elég, hogy az embernek az agyát helyre lökje. Arra elég 10 hét. Honvágy lökte helyre? Honvágyam is volt borzalmas módon. Én nem tudtam, hogy nekem a szüleim, meg a családom, meg a tesóm mennyire tud hiányozni a barátaim. Nagyon szép az az óceán, de nincs rajta szauna meg gőz, érted? Meg nem sakkoznak ott az öregek, érted, akik lehet röhögni. Hát nincsen ott. Viszont van egy csomó ismeretlen ember, 17 millió, aki még sokkal gyorsabban kergülnek meg, mint a magyarok. Tehát ott Los Angeles az egy nagyon durva sztori. Nagyon durva. Hát ott még annyi őszinteségnek a csirája sincs meg. Itt még azért, ez ahhoz képest, esküszöm nektek, hogy ez egy békeszigete is, és egy élhető valami. Hát ott 2x7 sávon van dugó. Nem 2x2 sávon, 2x7 sávon van dugó. Ott nem 15 percig vagy dugóba, hanem 3 órát. Tehát ott az amerikai emberek életvitelszerűen az autóba esznek, szépítkeznek, tárgyalnak, tehát megy a csaj, viszi a sminkészletet, beül reggel, nem tudom, West Hollywoodba, és neki Malibu-ban van dolga, akkor azért másfél órás sztori, vagy 2, visszafele is, és akkor bekészíti, hogy akkor ő, hát nem is kell otthon készülni, mert még odaér, addig el tud készülni. Kisminkeli magát, kifesti, elintézi a dolgait a kocsiban, mert áll. Szóval ez egy téboly, gyerekek. Ez egy téboly. De mi volt az a... Ez nem normális. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy hát nagyon, ez nekem nem kell. Tehát ezt azért megnézheted volna előtte a neten is, hogy ez így van, vagy olvashattál volna róla. Én azt hittem, hogy nekem arra van szükségem, hogy ilyen világszinten elismert divattervező legyek, mert benne van annyi tehetség, hogy én meg tudnám mutatni, hogy milyen faszaruhákat tudok csinálni. És én tényleg tudok faszaruhákat csinálni, tehát tényleg kurva faszákat tudok csinálni, csak én nem leszek soha világhírű divattervező, meg nagy multicég tulajdonos, mert nem vagyok olyan, mert nekem nem megy. Én nem tudok főnök lenni, nem tudok vállalkozást építeni, én nem tudok bizniszelni. Nekem ez nem megy. Nem érdekel engem. Én nem akarok. Nem tudok, nem is akarok napi 16 órát dolgozni. Én nem akarok 1000 emberért felelősséget vállalni. Én nem akarok 38 üzletért felelősséget vállalni. Se anyagit, se szellemit, se erkölcsét, se semmiet se. Én nem akarom, hogy ha 50 évesen engem a stressz agyon nyomjon. Én nem akarok fiatalon infarktusba elpusztulni. Én nekem ez nem ér meg semmilyen palotát, semmilyen malibui tengerparti házat, semmilyen Ferrarit, semmilyen Lamborghinit, mondjuk egy Rolls-Royce-t megélne. De 41 évesen volt benned ilyen, hogy Ferrarit lesz? Ne, a Ferrari az nem, de a Rolls-Royce az igen, meg a Bentley. Hát mert a sportkocsi ez nagyon alacsony, nem tudok kiszállni belőle. Eladtad a Mercit? Nem adtam még el. Nem adtad el? Mennyiért adod? 4,5. 4. Jó, megegyeztük. Ha a kezed adsz rá, miért 4? Csak nem kapod meg a BBS felniket vele. Az nem is kell, nagyon ronda rajta. Az nagyon szép rajta. De ha te 4 év elviszed BBS fejnek nélkül, akkor mindenki boldog lesz. Kezed is foghatunk, megpecsételjük ezt a... Egy baj van. Én BMW-ket szeretem. Hát az baj. Viszont az a te bajod, nem az enyém.
Viszont... Szóval Rolls-Royce-t akartál 41 évesen, és kimentél. Hát azt hittem, érted? Azt hittem, hogy ez az de élet, tényleg ez a boldogság. Van az, hogy 41 évesen az ember azt gondolja, mert jó, nyilván mindenki máskor nő föl. Te egy későn érő típus vagy? Úgy tűnik, hogy igen. Igen, nagyon. Úgy tűnik. Én vagy későn érő típus, vagy sosem érő típus vagyok. Van hiányérzeted valamikor? Hogy valami nem, hát, nem történt? Ez meg, a család, meg ez a gyerek kérdés, ez még bennem van. Megtettél mindent izgat. Érte? Eddig? Hát ha mindent megtettem volna, akkor lenne. De valószínűleg mindent nem tettem meg. Hát nem biztos, hogy lenne. Most a Jósi barát szól belőlem, bocs. Már hogy érted? Hát, hogy nem biztos, hogy minden, tehát hogy nem biztos, hogy megtörténik, hogyha mindent megteszed. Hányszor van ilyen, hogy valaki beleteszi a tőle tehető legtöbbet, aztán nem jön össze. Figyelj, úgy vagyok vele, hogy ha ez dobta a gép, és én most ebben a pillanatban itt tartok, akkor nekem meg kell, hogy elégedjek ezzel, mert a megelégedettség egyenlő a boldogsággal. És én már hamarabb akarok boldog lenni, mint gyerekes, meg családos, meg házas, meg családi házas, meg nem tudom mi. Majd akkor leszek boldog, ha ez meg lesz, majd akkor leszek boldog, ha ez meg lesz, majd akkor leszek boldog, ha három gyerekem lesz, egy gyerekem lesz, két szép gyerekem, meg egy csúnya, meg majd három kocsim lesz, meg majd ha nem tudom mi lesz. Nem. Én most akarok boldog lenni, most, és tegnap is így gondoltam, hogy most akarok, tehát, sőt, még tegnap előtt is, sőt, tavaly is, meg holnap is így fogom, de hogy most legyek boldog. És most pedig úgy tudok boldog lenni, kérlek szépen, és ez egy nagyon nagy titkot állok, hogy nagyon figyelnek a nézők, hogy elégedett vagyok azzal, ami ma. Ez mióta, figyelj, mutatom ez nektek, hogy hogy kell, mutatom. Ez mióta, figyelj, mutatom. Mióta van ez? De akkor most elégedett. Te velünk is elégedett vagy. Teljesen. Nagyon jól érzem magam itt most. Elégedett. Jó, hogy beszélgetünk. Jó a környezet. Csak sokítok ezt. Szóval, az jók a programok. Jók a programok. Szóval, jók a programok. Na, szóval, hogy elégedettség. És a NUSA-ban is ezt tanultam meg, hogy nem kell. Ki kellett hozzá mennyi, nem? Nekem ki kellett mennem az USA-ba ahhoz, hogy rájöjjek, hogy én nem leszek Versace, nem vagyok Armani, nem vagyok Lagerfeld, nem vagyok az. Nem, volt a fejemben egy, hogy mi a, ennek a divattervezősdének mi a csúcsa. Hát ennek Versace a csúcsa, csak a Versace-t fejbe lőtte egy nem annyira jó ember. Ha már ott vagyunk, hogy Yves Saint Laurent zseni volt, és feljutott a csúcsra, de egész életben boldogtalanom, mert depressziós volt. Hát nekem ezen az áron se kell. Nekem van egy valamiféle adottságom, van egy valami művészvénám, vannak gondolataim, és azokat elő tudom állítani, meg tudom teremteni. És én ebből meg tudok élni. Nekem ez most már dosztig elég. Az amit Amerikáig kergette, az valamiféle illúzió volt, ahogy te mondod, egy téves idea volt. De hál' Istennek, én ott, az USA-ba, Los Angelesben, amikor egy divasot akartam szervezni, mert miért ne? Egyébként a három hónap az valóban semmire nem elég, de hogyha annyi pénzed van, és elfogy a pénzed. Hát ott nagyon gyorsan elmegy. Nagyon gyorsan elmegy a pénz, ha $1500 kerül havonta a West Hollywoodba egy szoba, akkor elgondolkozhatsz, hogy na kint van az illegálisként, vagy hazajössz. De ha kint maradsz illegálisként, akkor az kész. Hát, ha egyszer rajta kapnak, akkor kitoloncolnak, akkor egy darabig nem. Hát, de ha meg nem kapnak, ha tehát azonnal rajta kapnak, miért legalizálni szeretnéd magad? Hát, oké, Herzog, értem, de hogy tartózhatod még az országban? Tehát onnantól már nincs tovább. Ha átlépted ezt a határt, vagy a turista vízum határt, a 3 vagy a 6, onnan nincs visszaút, csak a toloncolás. Nincs. Úgyhogy neked ott döntened kell, és ha elfogy a pénz, akkor döntesz. Vagy elmész a Mekibe dolgozni, vagy építkezni, vagy valami, mert divattervezőként sajnos 3 hónap alatt, vagy 6 hónap alatt nem tudsz befutni. Nem lesz olyan melód, ez biztos, mert ahhoz kapcsolati tőkét kell építeni, és ahhoz nem elég 3 millió forint, hanem ahhoz 30 millió kell, vagy 300 euró, nem tudom mennyi. 41 évesen valóban egy kicsit necces a dolog, nem lehetetlen, de nagyon necces. De ami a lényeg, hogy hát jobb volt nekem itthon. Hát nekem itthon minden ajtó kinyílt, amiként divasót akartam csinálni. Én felhívhattam a Vizovicki Lászlót is, hogy szeretnék tőle helyet kapni. És kaptam. De most mondhatok akárki, nekem az összes budapesti klub nyitva állt, ingyen. Ingyen nyitva állt bármelyik klub. Hát Los Angelesben nem állt ingyen bármelyik klub. Hát mi akkor sem engedtek be, hogyha pénzt fizettem értelmetek. Csak én nem tudtam, nem láttam. És felégettél mindent? Vagy azért okosan? Persze, hogy fel. Ha okosan felégettem mindent. Egyébként csak a lakásom nem adtam el, minden más. Eladtam, lezártam, bezártam, céget, mindent. Újra kellett mindent kezdeni előről.
Ez egy nagyon szép leszke volt ám, mert hát hogyha az ember hisz, és amikor a rossz energiák, meg a rossz gondolatok, meg a rossz történetek elmúlnak, akkor mégiscsak jön az alaptermészet, és mégiscsak jön Isten, és mégiscsak jön a hit, és mégiscsak jön az, hogy hát azért szeretek élni, és én nagyon sok embert szeretek, és nagyon sok embert szerettem, jól elmentem, és szóval sok mindent én visszakaptam az emberektől, tehát visszadták a hitemet. Hát tudom, akkor is vásároltak, mikor nem volt ruhám. Hát valamit akkor is akartak benne, hívogattak az emberek. Én bent kusoltam lehúzott redőnyökkel, pánikbetegen, meg depressziósan a kudarcom után egy fél évig a szobába, és engem hívogatta. Hogy Zoli, kéne ez, meg kéne az, meg volt egy-két ilyen hülye dolgom így elrakva ide, sufniba, raktárba, nem tudom hova, amiket nem tudom eladni, meg elpasszolni, ezek megmaradtak. De nem volt már boltom, nem volt cégem, nem volt semmi. Hogy azért kell ez, meg kell az. És még így is tudtam pénzeket összekapalni. 3-400 ezerek összejöttünk még akkor is, amikor semmi nem volt. Még akkor is kézzed el. És mondom, ez megy. Csak normálisan kell csinálni, és nem kell nagyon nagyot, hanem inkább kicsit. Csak azt a kicsit csináld jól, és az a kicsi legyen elég. Na most az elég, az az elégedettség. Az elégedettség, az meg a boldogság. Tehát én azt tanultam meg az USA-ba, hogy a kicsi szép. Pedig azt már a közgázról is megtanították volna, hogy a kicsi szép. Mert van egy Ernst Schumacher nevű közgazdásznak, német közgazdásznak könyv, ami az a cím, hogy a kicsi szép. És az 73-ban írta. És az pont erről szól. Hogy hogyan ne szarjuk össze a saját bolygónkat, hogyan éljünk túl. Hát képzeljétek el, hogy kicsibe kell gondolkozni úgy. Ami ember léptékű. Amire van ráhatásom. Amit még átbírok nézni, átbírok tekinteni. Az a kicsi. És az a szép. Akár egy földművelő, földművelés, akár az egész agráriumnak is ez lehetne a mottója. Az oktatásnak, az önkormányzatiságnak, az embernek, a családnak, a községeknek, a közösségeknek. A kicsi, gyerekek, a kicsi, az a szép. A kicsi, nem a nagy. Hát attól függetlenül, hogy az a Burj Khalifa tetszett, az a 800 méter, vagy 800 méter mag. Az a szép azért. Szóval, meg a Grand Canyon, az se kicsi, mégis szép. De hogy ami az emberhez köthető, ami az ember élete, vállalkozás, pénz, család, az legyen kicsi. Az egy élhető, áttekinthető, értékelhető, van rá kihatásom, ráhatásom. Talán az, hogy belátható, nem? Belátható, igen. A kicsibe, és én ezt tanultam az USA-ban, kicsi. Kicsinek maradni, ez jó, és a kicsiből leszel nagy. Ismerünk, akik nagyok akarnak lenni, ismerünk olyat, vezetői pozíciókba ülnek, nagyok akarnak lenni, és nagyon picik lesznek. A történelmi könyvek lapján ilyen picikek lesznek, ilyen lábjegyzetek lesznek, fekete betűk, hát ő az, aki ellopta pénzeteket. Ő az, aki miatt nem tudott a Magyarország fölzárkózni az Európához. Ő az, aki ellopta a pénzeteken. Ő az, aki összekúrta az oktatást, szétrombolta az egészségügyet. Na, tehát, hogy azért ezek a dolgok fordítva működnek. Fordítva, szerintem. Aztán lehet, hogy nincs igazam, az is lehet. Figyelj, ezek az O1G pólók mennek? Nagyon. Olyan, mai napig? Igen. Nálam a nagyon megy, azt jelenti, hogy többet akkor el, mint kettő. Aztán nagyon megy. Nálam mindenből 10 darab van. Ja. Hát nálam vagy egy van valamiből, vagy 10. Tehát ezeket a gentleman maszkokat, ezeket egyesével gyártom. Ugye méretre. Ez most a legnagyobb sláger. Úgy mondtad ezt a szeretet nyelvet, mert azt, hogy szeretet. Igen. Azért az OEG az nem feltétlen egy pozitív üzenet. Bocsánat, kérek szépen, az, hogy az OEG mennyire pozitív üzenet, és hogy mennyire köthető az idealizmushoz, a testvériséghez, a barátsághoz, a jósághoz, én elnézést kérek, de ezt nem én találtam ki, hanem egy Simicska Lajos nevű úriember, akkor az én tudomásom szerint Orbán Viktornak a legjobb barátja. Barátok. Hát egy barátja mondta neki rá. 2015. február 6-án címlapon volt az egész országban, hogy mit mondott ez a jó barátja erre a jó barátjára. Hát ez nem én találtam ki. Hát bocsánat kérek, ha jó barát mondhatja a jó barátjára, legjobb barátja, akkor elnézést kérek, ez egy szeretett nyelv. Hát ha jó barát már csak tudja, hát ismeri, hát 25 éve ők együtt építkeztek, hát ők tudja, együtt jártak egyetemre, együtt jártak kollégiumba, együtt csináltak ezt a Fidesz nevű bűnszervezetet, hát akkor már csak tudja, hogy ő micsoda. És én csak átvettem tőle, gyakorlatilag plagizáltam. Én nem tettem semmit, csak a két jó barátnak a egymás közti bizalmi beszélgetését rátettem egy pólóra. Ez a művészetnek hívják, kérem. Művészetnek. Hogy én a két jó barát beszélgetéséből csináltam egy jelentéssel bíró logót, az művészet.
de az a baráti gesztuson, a baráti kommunikáción semmit nem árosztott, csak hozzáad. És az embernek lőn, ez tetszett. Tetszett. Nem látom az ellentmondást. Most van olyan tárgy, amiért így rajongsz? Egyre kevesebb. Nincs. Valójában nincs. Az old-timer Mercedes-em az, ami... De akkor miért adod el? Mert sok. Három autóm van. Hagyj el egyet a három. Nem, kettőt adok el. És egy marad. Egy elég. Mert nem tudok egyszerre kettőbe ülni. Egyébként 11 éve vettem az old-timer, 11 év, és a 11 évet én kielveztem azt. Csak egy old-timerrel az van, hogy az old-timert azt simogatni kell, azt szeretni kell, azt csiszolgatni kell, reszelgetni, fényezni, járni vele, olajat nézni, bütykölni, itt erről, itt az a műanyagcső elrepett, a másik gumi fölhasadt, mert megette az idő, meg a gumikéder, meg már nem úgy megy le az ablak, meg nem tudom, hogy az egy életforma. Az egy ilyen aprólékos, ilyen sziszifusz, ilyen... Elég ilyen, volt? Elég. Nem vagyok az a csávú. A politikai aktivitásnak annak van valamilyen célja azon túl, hogy kommunikálj? Te el tudod magad képzelni, mondjuk 2 év múlva lesz egy választás, önkormányzati választás, vagy országgyűlési választás. Te el tudod képzelni magad a politikában? Már nem. Ilyen magas szinten? Már nem. Már nem. Tehát te a mikrokörnyezetben hiszel? Én az emberek együttműködésében hiszek. Én abban hiszek, hogy politikai akarat függvénye egy társadalom együttműködési készsége, vagy pedig széthúzási és gyűlöleti, vagy rossz fejségi kényszere. Ez politikai akarattól függő is lehet. Hiszen van egy vezető réteg. De mégiscsak a parlamentben, annak a törvényhozói rétegnek, meg a végrehajtó rétegnek mégiscsak van egy csomó lehetősége egy országot, egy gazdaságot, egy társadalmat valami irányba vinni. Hát ez a mostani kúzus úgy döntött, hogy a rossz fejség mellett lesz, kiplakátolják az utcákra, hogy kit kell gyűlölni, hogy ki miatt van szar, hogy ki tehet mindenről. Az egy más kérdés, hogy ezek közül a csávok közül a legtöbb egyébként ennek az embernek a segítségével végezte a tanulmányait, az ösztöndíjat. Tehát nem jött be Gyuri bácsinak, nem jött be. Pedig jó, én meg vagyok győző, jó szándék vezérelte 89 előtt, hát nem jött be. Ő is tanult belőle sokkal többet, legalább vagy itt, mint az Orbán. De hiszek abban, hogy ha kellő akarattal ugyanezt az energiát, ezt a rossz energiát, ezt a gyűlölködésre és uszításom energiát, ezt rá lehetne tolni a jóra is. Tehát ugyanennyi energiával, és kézzetek el, 30 éve volt a rendszer, 30 év alatt, de csak 10 év alatt is, az a hihetetlen mennyiségű lóvével, amit kaptunk az EU-tól. Micsoda társadalmat, micsoda oktatást, micsoda egészségügyet, micsoda infrastruktúrát lehetett volna építeni. Micsoda európai államot lehetett volna építeni. És ha én azt plakátolom ki az utcán, hogy szeressetek egymás gyerekek. Hogy szeressük egymás gyerekek. Vagy hogy szeretlek. Csak ennyit. Szeretlek. 10 évig. Piros alapon fehér betűkkel, meg ott van egy nagy szív. Vagy fehér alapon piros betűkkel, és ott van egy még nagyobb szív. De se ezt tolom reklámokba, plakáton, tévébe, újságba, hirdetésbe, konzultációs levélbe, szeretlek, hogy szeressük egymást, segítsd a másikat, hogy szolgáld a másikat, hogy mivel tudok neked segíteni. Mivel segíthetek? Mondd meg. Mivel segíthetek? Hogy tudnánk szolgálni? Szeretlek, képzeld el, szeretlek. Ezt tolnánk. Hát micsoda? Micsoda nagyszerű társadalom lenne ez? Micsoda nagyszerű emberek lennének itt? Építsünk valamit, ne romboljunk, inkább építsünk. Mit építsünk? Építsünk például kurva menő iskolákat építsünk. Például olyan menő iskolákat, amiből például ilyen dolgok lehet tanulni, mint mondjuk én az elmúlt órában beszélgettem. Például a csillagászatról, az univerzumról, a naprendszerről, a bolygókról, a holdakról, a növényekről, az állatokról, az életről, hogy működik, hogy nem működik, mitől működik, mitől nem működik. Társadalomtudomány, pszichológia, hogy működik az emberi elme, hogy működik az emberi szív, az emberi test. És az összes tudást, ami van a világban, Elon Musk-tól kezdve, Martin Luther King-ig, Gandhi-tól kezdve, Bill Gates-ig, Steve Jobs-tól kezdve, Szókratész-ig, az összes okos ember, összes elhangzott tudományát, ami hasznos a világnak, azt mind beletenni egy iskolába, és azon a bizonyos szinten, ahol a gyerek tart, 6 éves korától kezdve, vagy 4 éves korától, 20 éves kor, 25 éves kor, beletáplálni ezt a sok tudományt, ezt a sok okos dolgot, rendszerezni, rendszerbe, és mindenki megtalál magában a hatalmas mátrixba, hogy én mihez értek, mihez van kedvem.
Hát egy ilyen iskolát csinálnék, általános iskolát, középiskolát, egyetemet, és 30 év alatt, aki 89-ben vagy 90-ben született bele a szabad világba, 30 éves korában most boldog lenne, azt csinálna, amit szeret, azzal csinálná, akit szeret, úgy csinálná, ahogy szereti, együtt csinálná velem, meg veled, együtt csinálna a 10 millió magyar, és akkor lenne itt egy Kánaán. Kánaán, gyerekek! És hogyha Magyarországon mondjuk ez sikerülne, 30 év alatt, vagy 10 év alatt, vagy 50 év alatt, akkor elkezdeném egyszer mutatni a szlovákoknak, hogy figyeljetek, mi ezt csináltuk, egy ilyen aranykalitkát csináltunk itt 10 millióan, mert valahogy meg tudtunk egyezni, valahogy sikerült ezt a rengeteg lóvét okosan befektetni a jövőbe. Mi tudást adtunk, mi a tudásba hiszünk, mi a tudásért dolgozunk, mi abba hiszünk, hogyha kettőnk tudása az több, mint az enyém, a tízünk tudása az több, mint a kettőnké, és a 10 milliónk tudása az több, mint a tízünké, és képzeljétek el, hogy ezt csináltuk, akkor odaadnám Szlovákiának, odaadnám Lengyelországnak, odaadnám Ausztriának, és akkor csinálnék egy ilyen tuti Közép-Európát, ugyanígy, aztán egy tuti Európát, és a vége az lenne, hogy egy földgolyó, ami szeretetben él, ami boldog, ahol mindig így tudnánk beszélgetni, mindig, és nem kell kimennem dudálni. Amikor dudálok, ahelyett is inkább valamit okosat csinálnék, valamit alkotnék, mondjuk egy tuti fasza ruhát, vagy még egy jobb interjút, vagy egy szép cipőt neked. De nem dudálni, mert az értelmetlen. Mert elviszi az energiámat a sokkal jobb dolgokról, ami hasznos, ami építő. De hogy nekem, nekünk ebben az országban, a társadalom többségének a küzdéssel, az agyatlanság elleni, a gonoszság elleni, az irítség elleni, a tolvajlás elleni, az idiotizmus elleni küzdéssel kell a napom részét töltenem, hogy egyáltalán a pénzt tudjak egyáltalán keresni. Vagy egyáltalán mondjuk le tudjak mosolyogva ülni a tévé elé, és ne azt a marhaságot nézzem már megint, hogy kiölte, meg kitölt, meg mi hazudott, ellopta, elcsalta. Gyerekeken. Ezek fölösleges dolgok. Ezek fölösleges dolgok. Ezek haszontalan, gonosz dolgok. Nem kell, nincs rá szükség, hagyjuk már. Zárszó. Mi az élet értelme? A szeretet. A szeretet van, gyerekek. Nincs más. Csak a szeretet. Minden a szeretetből fakad. Az élet is abból fakad. De hogy értsétek meg, hogy mire gondolok, mert ez így nagyon, nagyon habókos, és nagyon idealista, és nagyon ilyen megfogadatlan. Miért vagyok itt most nálatok? Azért, mert szeretek szerepelni. Egyébként imádok szerepelni. És engem ide hívtál szerepelni, azért jöttem ide, mert szeretek szerepelni. De te miért hívtál meg engem? Ez egy kérdés, válaszolok erre? Miért pont engem? Arra voltam kíváncsi, hogy te mit mondasz. Szereted általában mondani valómat, amit mondok? Szereted? Szereted? Úgy azt ezt a jelenséget? Általában nagyon sok mindent, igen. Van, ami a BBS felnőjel nem tudok azonosulni. De az, hogy itt ülök nálad, az, amit bennem szeretsz, az többségben van az ellen, amit nem szeretsz? Igen, de ezt akkor még nem tudtam. Halleluja! Hívtalak. De hogy ne tudtad volna? Azért ülök itt. Egy ellenszemes ember nem hívsz, mert nem szereted. Tovább megyek. Dehogy nem, hát ezért is mondtam, hogy hívjuk el. Nehogy tudjátok. Nehogy kimond. Mondom tovább. Ők nem akarták. Holnap elmegyek a bécsi szelet vendéglőbe, és bécsi szeletet fogok enni. Tudom miért? Mert szeretem. Szeretem a bécsi szeletet. Nagyon jó. Hétvégén, ha kinyit a szecska, akkor kimegyek a szecskába a fürdeni, mert szeretem. Szeretek napot. Fél a napot szeretem a legjobban. A vizet. A medencét, hát azt nagyon szeretem. Hát én szeretem. Hát kimegyek. És mielőtt kimegyek a Széchenyibe, eszek egy lángost. Tudod miért eszek? Sajtos tejfős fokhagymásra. Tudod miért? Mert szeretem. Hát nagyon szeretem. Azért. És hogyha fürödtem, meg ettem lángost, akkor elmegyek biciklizni. Mert imádom. Szeretek biciklizni. Na most az én életem az így épül fel. Minden, amit szeretek, csinálok. De képzeld, én még ezt a hülye politizálást is szeretem, mert azt hiszem, hogy haszna van. Azért csinálom, mert szeretem. Szeretem az emberek visszajelzéseit, amikor azt mondják, hogy köszi Zoli, értünk is dudáltál, értünk is tetted, méltányoljuk, amit csinálsz, mert minek nincs lehetőségünk rá. Mi nem vagyunk ilyen bátrak. Minket kirúgnak a munkáinkról. Szeretem, mikor az emberek szeretettel válaszolnak vissza, és szeretném azt hinni, hogy ennek az egésznek van értelme, mert az emberek szeretik, amit én csinálok. És én meg szeretem az embereket. És ha kivezek minden mást, akkor csak a szeretet marad. Az, ami engem mozgat. És az, ami mindent mozgat.
Mert Isten a szeretet. Szerintem. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a szeretet az az Isten. Én így gondolom. Én erre jöttem rá 47 év alatt. És az, nagyon szeretem ezt a tudást, képzeljétek el. Imádom ezt a tudást, mert ez a tudás engem olyan boldoggá tesz, mint ahogy látszik. Ilyen boldoggá. És azért vagyok dühös, hogyha az a világ nem így működik. Mert az fals működés. Ami nem ilyen mosolygós, ami nem ilyen energik, ami nem ilyen, az mind fals. Az nem oké. Azt nem szeretem. És akkor dühös vagyok. De azt meg már nem szeretem, amikor dühös vagyok, akkor inkább kikapcsolom, és akkor megint tiszta lesz az agyam, az elmém és a lelkem, és akkor megint szeretni fogom az életet. Képzeld el, és akkor ez ilyen. És ezt is szeretem, hogy ilyen. Mert hogy ez ilyen. Hát, ez így van, így megy. Köszönöm. Én is köszönöm. Iratkozzatok fel.